Kikerültem 1946-ba, kikerültem a Szovjetunióba, és azért akkor már tudtam, hogy mi a feladatom. Hát azért azt is azt szóval elmesélnem, hogy télen volt. És télen azon a részen, ahol én jártam, december utolsó hete, január első hete, mínusz 30, mínusz 35 volt. Egyszer volt mínusz 45 is, de szóval a mínusz 30-on fölül volt minden évben. És amikor kivittek engem egy szovjet fogolytársam, megtetszett neki a félcipőm, amiben letartóztattak, és ellopta, és hát nekem nem volt annyi erőm, hogy visszaverekedjem, mezitlámú voltam. Hát próbáltam, találtam egy fasindejt, és próbáltam rákötni a talpamra, de amikor ott várni kellett a havar mínusz 30 fokba, be kell vallanom, hogy bőgtem minden gyerek. Hát az olyan érzés, mint az ember tüzes haláson állna, addig, ameddig el nem haladába. Ezt amikor elhalt, akkor ugye mentem be, de akkor, amikor a barakba nem volt fűtés, de betettek egy ilyen szobába 200 ember, hát ugye ott aztán melegett a 200 embertől, ott volt a második fájdalom, amikor újra hát ugye a vérkeringés valahogy a rendbe jött. Szóval ezek a szenvedések azért megvannak, de nem szabad panaszkodni, ezt mindjárt megmondom, mert a jó Isten megértette velem, hogy tartanom kell a fogolytársaimba a lelket, mindenképpen. Jó, én nem mondhattam azt, hogy lelki pásztor vagyok, mert ott nem apáltam, övendékek voltak, hogy nem hivatalos tagjai voltak, hanem mindenféle ember, nyilas tömeggyilkossal is együtt ültem. Úgyhogy én úgy mondtam, hogy én lelki szakmunkás vagyok, és nekem az a feladatom, hogy tartsam a lelket bennetek. És így megbeszéltük a túlélés négy szabályát, és ezt szeretném most elmondani, mert ez a mi mostani életünkre is érvényes. És ezt úgy szoktam bevezetni, hogy mi magyarok azért olyanok vagyunk, mint a Kejből Jancsi játék. Lenyomják, megint föl kell. Lenyomják, föl kell. Túléltük a tatárt, túléltük a törököt, túléltük a labancot, túléltük a Hitler, túléltük a Stalin, a gyógycsát is túl vagyunk. Túl kell élnünk minden, és ez a négy szabály ma is érvényes. Csak hogyha most még engedik, és hogy nem én kérem, hogy ezt lejjebb tűzik. 91 éves korban már maguk is inkább ülve szeretnének beszélni, mint állva. Engedjék meg, hogy ülve folytassam. Első szabálya, túlélés első szabálya. A szenvedést nem szabad dramatizálni, mert akkor mindig gyengébb lesz az ember. A szenvedés elviselésére minden energiára szükségünk van. Ezt gyakorlatilag úgy vettük, hogy nem engedtük panaszkodni a fogolytársainkat. Nagyon érdekes módszer volt, ha elkezdett panaszkodni, beszélj a szakmádról. Hát arról mindenki tudott beszélni. Én a 10 év alatt annyi szakmát kitanultam, a kutyatenyészetet, a méhészetet, a bányászatot, a könyvtenyészetet, minden kutyafülé, mert nem engedtük, hogy panaszkodjanak. Na most ez érdekes, ezekhez hát 52-ben együtt voltam a Moszkvai Statisztikai Intézet igazgatójával, az istentelen nagy úr volt, 24 évet kapott. Én őtől hallottam, hogy háromféle ember van a Szovjetunióban, aki volt börtönben, vagy aki van börtönben, vagy aki lesz börtönben. Tehát ezt én tőlük tanultam. Hát ez is oda került, és én megkérdeztem tőle, hogy a statisztikai hivatalban hogy tudják, hogy hány ilyen politikai rab van mindenén. Hát erre azt mondta, hogy ők olyan 3,5 milliót tudnak, több mint 7000 gulág láger körzetben. A mi láger körzetünkben 36 rabtelep volt 52.000 rabbal. Hát szóval itt a nagy számok óriásiak, de ezt mi érdekesen értékeltük ki, azt mondtuk a kutyapályán. Ebből a 3,5 millióból százan és ezren, talán 100 000 is túlélik ezt a pokrot. Én sem vagyok silányabb, nekem is túl kell élnem. Szóval az az akarat, hogy túl akartuk élni azt a pokrot, az rengeteget jelentett, nem szabadott elhagynunk magunkat, egymásra vigyáztunk. Hát, hogyha valaki nem tudom, a munka után oda ment a kályhához, mert hát így fűteni kellett, és oda támasztotta a hátát, na vigyázzunk, ezt 3 hónap múlva teretni fogjuk,
foglalkozzunk vele, nem szabadott elhagyni magunkat, és ez a mai életre is nagyon-nagyon fontos. Pontosan a mai vasárnap evangéliumában az Úr Jézus mondta, hogy ne riadjatok meg, mert csak azért, hogy tanúságot tegyetek, nem szabad nekünk, katolikusoknak, krisztusiaknak nem szabad megtorpannunk. A Görres mondta azt a nagyon-nagyon okosat 1820-ban, hogy a kereszténység sose győzte le az ellenfeleit, csak mindig túléli őket. Túl kell élni minden ilyen pokrot. Ez az első szabály. A második szabály. A szenvedést nem kell keresni, jön az magától. Keresni kell, észre kell venni az élet apró örömeit. És ezt meg kell örvendezni, ez az életnek a művészete. Hát én bevallom őszintén, hogy a fejemhöz vágták már egy pár helyén, hogy micsoda örömök lehettek ott. Hát mondok egy példát. Az a Wagner körzet, ahol én voltam, az Moszkvától 850 kilométerre keletre, a Brianszki erdő legkeleti túlnyúlványa, a Kujbiszewski kraj erdőirtásolt fakitermelés, nyírfaerdő, nem fenyőerdő, nyírfaerdő. Tehát de ne ilyen fizikát és nyírfákat érjenek, olyan 600 éves nyírfák, hogy hárman nem tudtuk átkorolni. Azokat kellett kivágni és átudátnak. Szóval, mindent túl kell élni, ezeket a nehézségeket is. És ott, ebben a lágerbe, meg kellett tanulnunk az örömöket észrevenni. Ezt mi játékosan csináltuk, akkor volt a Helsinki olimpia. És tudják, hogy olimpiai játékokon is van első forduló, második forduló, és akkor jön az olimpiai bajnok. Na mi is. Összeálltunk 8-10, már hogy lessük az apró örömöket, és este, amikor a káposzta először dapkását elfogyasztottuk, aki többet tud felsorolni, az lesz a Jani, az lesz a győztes, a második fordulóra győztesek mentek, a harmadik fordulónak a győztesen az olimpiai bajnok. Azt mi megünnepeljük az olimpiai bajnokainkat, ha semmink se volt, megkérdeztük, hogy mi a kedvenc nótája. És elénekeltük a kedvenc nótáját. Na! Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy ténylegesen észrevegye az ember az örömöket. Hát egy példát mondok, ilyen hideg, de mínusz 20 foknál már nem hittek ki bennünket a szobjével. De nem azért, hogy bennünket kiméljenek, egy szovjet törvény, a lovakat nem lehet mínusz 20 foknál kivinni, és a lovak húzták be az iparvágányon a kitermelt fát, úgyhogy ha a lovakat nem lehet kivinni, akkor a rabok is maradjanak a varakban. De mínusz 15 foknál még kimentünk, és a technikailag ez úgy volt. A kék paroris belső fegyőrök megfotozták bennünket, és a kapunál volt egy semleges zóna, oda bementünk. A semleges zónából a piros paroris katonák vittek aztán az erdőre. De hát a motozásod úgy ment, a kufacsákra széttölött tárnyi, megcapogatták, hogy hány sugárhajtású repülőgép van a fórunk alatt. De ha a katona elfelejtett a vatosokkámat levenni, micsoda öröm! Mert míg ő kikutatta volna, hogy hány atombomba van a sapkámba, addig én megfáztam volna. Tehát észre kell venni az apró örömöket. Nagyon-nagyon fontos volt. Hát egyszer volt egy olyan olimpiai bajnokunk, aki 16 apró örömöt felsorolt este. Azt mondta, gyerekek, én máma nem értem rá szenvedni, nekem örökké lesni kellett az apró örömöket, és örökké mondogattam kellett, hogy őt tudjam sorolni. Nem olyan egyszerű 16 fizikát is élmény felsorolni este. Azt meg kellett tanulnunk, nagyon-nagyon fontos volt. Tehát ez a második szabály, észre kell venni az apró örömöket, és azt meg kell örvendezni. De most ezzel kapcsolatban azért hadd szabadjon valamit mondanom, hogy többször a fejemhez vágták, hogy hát katolikus pap vagyok. És a túlélésnek a szabályai mégis ilyen világiak, hogy nem szabad panaszkodni, meg vissza kell venni az apró örömöket. Hát tudom én ezt vallásosabban is mondani, az Úr Jézus, amikor elkezdte a nyilvános működését, azt mondta, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Evangélium, jó hír, örömhír. Hát mi az evangélium gyerekei vagyunk, mi az örömhír gyerekei vagyunk, a kutyafáját. Nekünk nem szabad
lekonyulnom, nekünk nem szabad későbbre.